A mezőköves zsóriese sakszakosztálya a 2011-ben elhunyt köves játékos és intéző tiszteletére hívta illetre első alkalommal a megméretést. Három csoportban összesen 28 sportoló mérte össze a tudását, és küzdött a minél jobb eredményekért a Széchenyi István Katolikus Szakképzőiskolában október 25-én. A versenyen zömében fiatalok vettek részt, így a viadal kiváló lehetőség volt számukra a fejlődés szempontjából. Az alsósok küzdelmében az Andornak tájai Kópiás Anna szerezte meg az első helyet, méghozzá 100%-os teljesítménnyel. A második és harmadik pozíciókat egyaránt a Kövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola tanulói szerezték meg, Sipeki László és Megyesi Bálint személyében. A felsősök között Csontos Dominik, a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákja állhatott fel a dobogó tetejére, míg Dózsa Tibor a Széchenyi István Katolikus Iskolából a második, Molnár Vitor a Szent László Gimnáziumból a harmadik pozícióban zárt a szereplését a versenyen. A nyílt csoportban Pál András révén Andornak tájai aranyérem született. A második és harmadik helyen holtverseny verseny alakult ki az egyaránt mezőköves Zsóri SS szakszakosztályát erősítő Ébert Zoltán és Hegedűs Raffael között. A legeredményesebb női sakkozó a szintén mezőköves zsúriese csapatában szereplő Gáspár Muriel Aranka lett, aki összesítésben a nyolcadik helyen végzett négy ponttal. A jó hangulatú régiós verseny végén okleveleket, valamint könyvjutalmakat vehettek át a legeredményesebb sportolók. A verseny névadó pékségének köszönhetően a résztvevők rétest kaptak ajándékba. A kövesdi sakkozók legközelebb november 29-én ülnek asztalokhoz régiós versenyen, amikor is a rosmaring cukrászat úpent rendezik meg.